tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot és a kedves nézőket. Az előadásom témája tér és térképszemléletek változásai a 20. században. Mögöttem, ahogy láthatják, számos térképet látunk, ám bár Magyarországon és itt Európában hajlamosak vagyunk arra, hogy egyetlen egy térképbe gondolkodjunk, amit minden nap látunk televízióban, újságokban, nevezetesen azt a térképet, ami számunkra, európaiak számára a legkedvesebb, ahol mi vagyunk középen. Fólián is mutatom, és ugyanakkor térképen is. Tehát ez az úgynevezett Európa központú térkép, ez az európaiaknak a víziója, azt lehet mondani most már jó pár évszázada, a nagy földrajzi felfedezésektől kezdődően alakult ki ez az Európa központú térkép, ahol a térképnek a tengelyében, közepében az európai kontinens helyezkedik el, és tulajdonképpen ez határozza meg a viszonyítási pontot, ami világszemléletünket, az európai világszemléletét, tőlünk balra helyezkedik el az ázsiai kontinens, tőlünk jobbra az új világ, tőlünk délre Afrika, és ez meghatározta a fogalomrendszernek az alakulását is. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a nagy földrajzi felfedezésektől kezdődően egy olyan világgazdasági, világpolitikai rend alakult ki, elsősorban a gyarmatosítások révén, Európa gazdasági társadalmi fölénye révén, amely egy Európa központú világgazdasági, világpolitikai rendet eredményezett, és ez azzal járt, hogy bizonyos fogalmak, ám bár Európa a 20. században elveszítette ezt a vezető szerepét, mindmáig megmaradtak a világban, olyan részeken is, amelyek számára bizonyos értelemben nem egészen logikus fogalmakról van szó. Mondanék egy-két példát. Minden nap használjuk, gyakran találkozunk ezekkel a fogalmakkal, de a világ más részein is, nem csak Európában, hogy Közel-Kelet. A Közel-Kelet egy tipikus európai megközelítés, a franciákhoz, angolokhoz és általában az európai népekhez képest a Közel-Kelet. Közel-Kelet, a Közép-Kelet, az európaiakhoz képest Közép-Kelet, és a Távol-Kelet pedig az európaiakhoz képest Távol-Kelet. Ugyanakkor ezeket a fogalmakat használják a japánok is, akik, ha angol nyelvű újságról, vagy akár japán nyelvű újságot, hogyha nézünk, ők is azt mondják a Közel-Keletre, hogy Közel-Kelet, miközben Japánhoz képest a Közel-Kelet valójában Távol-Kelet, és használják ezt a fogalmat a japánok, hogy Távol-Kelet, pedig valójában számukra Távol-Kelet, Közel-Kelet. Tehát ez az Európa központú világtérkép évszázadokon keresztül beivódott az emberi gondolkodásba. Ugyanakkor viszont a 20. századnak a realitásai azt eredményezték, hogy más térkép és más térszemléletek is egyre nagyobb szerephez jutottak. Ennek oka többrétű. Erre utalnék egy-két rövid kitérővel. Az egyik legfontosabb tényező az, hogy a 20. század első felében a két világháború eredményeként, az első-második világháború eredményeként Európa elvesztette a vezető szerepét. Európában nem csak világháború volt ilyen értelemben, hanem tulajdonképpen polgárháború is. Az első világháború egyúttal első polgárháborúnak is nevezhető, a második világháború második polgárháborúnak, különösen egy Európai Uniós szemszögből nézve, vagy az Euró szemszögéből nézve is a 21. század elejéről visszatekintve a 20. századra. És ezek a világháborúk azt eredményezték, hogy Európának egy hatalmas történelmi súlyvesztése következett be. Ugyanakkor viszont két másik nagy hatalmi erőközpontnak a felemelkedése figyelhető meg a 19. század végén, 20. század elején. Elsődlegesen itt az Egyesült Államokra kell gondolnunk, és az Egyesült Államok új világi hatalomként egy egészen más tér és térképszemlélettel rendelkezett, ami természetesen igaz volt a 18-19. Században is, de az Egyesült Államok nem volt hatással a világ többi részére. 20. század elejétől azonban az Egyesült Államok egyre nagyobb hatással van, gondoljunk az első-második világháború szerepvállalására, vagy a 20. század második fele amerikai külpolitikájára. Ilyen értelemben jó, ha tudjuk, ismerjük, hogy milyen az amerikai tér és térképszemlélet. Ugyanez vonatkozik Japán vonatkozásában is. Japán a 19. század végén, 20. század elején elkezdi hihetetlen gyors gazdasági növekedését. A japánoknak a tér és térképszemlélet egészen más, és enélkül, ha ezt nem kalkuláljuk be, nagyon sok világpolitikai folyamatot, szerződést, összefüggést nem tudunk megérteni, amik részben a 20. század első vagy a 20. század második felében történtek. Tehát részben
a tér és térképszemléletek változása 20. században összefüggnek azzal, hogy Európának hanyatlása következik be, másik oldalon pedig hatalmas új erőközpontok jelennek meg, tengeri hatalmak emelkednek fel Egyesült Államok Japán formájában, amelyek autonóm fejlődést mutatnak, függetlenek Európától, sőt egyre nagyobb mértékben hatást gyakorolnak Európára. Ilyen értelemben, ha meg akarjuk érteni az észak-amerikai politikát, vagy japán politikát, jó, ha tudjuk, hogy ők milyen szemszögből, milyen térkoordinátákból tekintenek vissza, és vagy tekintenek rá különféle folyamatokra. Vagy egyáltalán, mik azok a gazdasági, geopolitikai paraméterek, amelyekben gondolkodnak. Ezért fogunk beszélni az előadásainkban, szerintem négy fogja majd egymást követni, az Európa központú, Amerika központú, Ázsia-Japán központú világtérképekről. Egy másik tényező is fontos, és ez a negyedik olyan térkép megértéséhez elengedhetetlen, nevezetesen az északi sark központú poláris vetületű térképekhez kell itt kiukadnunk, amelyek az 1945 utáni korszakot, az egész hidegháborús korszakot megmagyarázzák, sok vonatkozásban érthetőbbé teszik. Ahhoz, hogy ezt a poláris vetületű északi sark központú térképet értelmezni tudjuk, most nagyon röviden csak arra utalnék, hogy bekövetkezik 20. század elejétől egy hatalmas, hihetetlen nagy változás a tér dimenziók vonatkozásában. És erről egy rövid pár szót szólnék most. Arról van szó, hogy a történelmi évszázadai során az emberiség történelme horizontális dimenzióban zajlott elsődlegesen. A vízfelszínen, szárazföldeknek a felszínén. Azonban a 19. század legvégén, 20. század elején hatalmas technikai átalakulás következtében mindenekelőtt a belső égési motorokra és az olajra, benzinre gondoljanak, lehetővé vált olyan erőgépek kifejlesztése, elsősorban a belső égési motorok révén, olyan kicsi energiaforrások megszületése, kifejlesztése, amely lehetővé tette először a repülőgépeknek a megjelenését, és hát gondoljunk vissza, 100 éve volt annak 1903-ban, amikor az első merevszárnyú repülés bekövetkezett a Wright testvérek az Egyesült Államokban, és ettől kezdődően ez a vertikális dimenzió, a légi dimenzió döntő módon meghatározta a 20. századnak a menetét, részben a polgári életre, a gazdasági életre, a katonai fejleményekre egyaránt vonatkozik, és ez gyökeresen megváltoztatta a kontinensek egymáshoz való viszonyát is, az egyes nagyhatalmaknak a lehetőségeit, esélyeit, de ugyanakkor a vertikális dimenzió, a légi dimenzió nagyon hamar átmegy egy űrdimenzióvá is a 20. század második felében, a rakétatechnika következtében, és enélkül nem lehet megérteni ennek a poláris északi sark központú világtérképnek a jelentőségét. Erről a térképről van egyébként szó, amire a későbbi előadásainkban még kitérünk. A vertikális dimenziónak azonban volt egy víz alatti dimenziója is, nevezetesen a tenger alatti dimenzió. A 19. század végének, de mindenképp 20. század elejének technikai fejlődései lehetővé tették, hogy ennek a víz alatti dimenziónak kezdetben elsődlegesen katonai vonatkozásai jelenjenek meg, megjelennek magyarán a tengeralattjárók, és majd megjelennek az atomtengeralattjárók itt a 20. század második felében, és ez a tengeralatti dimenzió oly mértékben befolyásolta már a 20. századnak a menetét, gondoljunk az első, de még inkább a második világháború, de az egész hidegháborús korszakra, amely nélkül, tehát a vertikális dimenzió jelentősége nélkül nem tudjuk megérteni az előadásomnak a főfonalát, a tér és térképszemléletek változásait a 20. században. Kezdjük akkor egy picit részletesebben az előadásunk fonalát úgy folytatva, hogy visszatérünk itt az Európa központú térképre. Igazából ez az előbb említett Európa központú térkép nem is annyira Európa központú, ez igazából angol központú. Ez a térkép nagyon szépen mutatja, a térképnek a tengelyében, közepében Nagy-Britannia helyezkedik el. Ez a Pax Britannicának az időszaka. 19. század elejétől nyugodtan mondhatjuk, hogy a világ közepe pénzügyi, gazdasági, politikai értelemben a brit tengeri hatalomnak, kereskedelemnek, iparnak köszönhetően Nagy-Britannia, és ezért az általunk használt Európa központú térképeknek a közepén nem általában Európa van, hanem Nagy-Britannia helyezkedik el, és Nagy-Britannián belül is a London meneti Greenwich az, ahol a nulla
fog áthalad, ez határozza meg a térképnek, az Európa Központú térképnek a tengelyét. Az Európa Központú térkép kapcsán egy olyan fóliát is bemutatnék, ami a brit birodalmat mutatja, a brit nagyságot, a Pax Britannicát, hogy a térképen feketével jelzett színek jelzik a brit birodalomnak a kiterjedését az egész globuszon. De a térkép mezőnek a tengelyében egyértelműen Nagy-Britannia helyezkedik el. És talán még egy utolsó térképet mutatnék itt az Európa Központú térkép kapcsán. Ez a brit birodalom hajózását mutatja, ez a speciális térkép. A picike kis pontok ezen a térképen különféle irányokat rajzolnak ki. Ezek valójában hajózási útvonalak a brit birodalomnak, az egész globusz átfogó, életfontosságú hajózó útvonalai. Egy-egy pont 1936. március 7-én azt jelzi, hogy 3000 tonnánál nagyobb hajó van oda vagy visszaúton. A brit birodalom hajóiról van szó, és lehet látni a fő útvonalakat a Panama-csatorna felé, Dél-Amerika, Argentína felé, és a legeslegfontosabb útvonal, ugye a gibraltári szoroson, Suezi csatornán keresztül, India, Ausztrália, illetve Hongkong felé. De ennek a térképnek is a tengelyében, közepében Európa és ezen belül is Nagy-Britannia helyezkedik el. Mindezeknek a térképeknek a megismerésére azért is szükségünk van, és ezeknek a világszemléleteknek, némelyikor tőlünk szokatlan világszemléletnek a megismerésére, mert miután beléptünk az Európai Unióba a következő években, évtizedekben, Magyarország egy olyan Európai Unió csatlakozik, amelynek fő nemzetei tengeri nemzetek, nagy tengeri tradíciókkal rendelkeznek, és egészen más és sokkal nagyobb térszemléletük van. Azt is mondhatnám, Trianon talán egyik következmény, amiről kevésbé beszélnek, hogy Magyarország egy tengerpart nélküli ország lett, kicsi ország lettünk, de mindenekelőtt tengerpart nélküli ország lettünk, ezért elvesztettük a tengeri dimenzióban való gondolkodást, miközben a világ jelentős része, különösen a nagyhatalmak, világhatalmak, egyúttal tengeri hatalmak is voltak, óceáni hatalmak, ennek megfelelő érdekrendszerrel, törekvésekkel. Azáltal, ami csatlakoztunk az Európai Unióhoz, mi egy olyan térséghez csatlakozunk, amelynek a tengeri összefüggés rendszere előbb vagy utóbb ezt a közép-kelet-európai térséget és bennünket is át fog hatni. Csak egyetlen egy példát említenék meg. Többször hallgatóságnak föltettem azt a kérdést, hogy kik a mi szomszédaink. Hát természetesen elmondják a mi szomszédaink, a Szlovákia, Szerbia, Ausztria, és lehet így sorolni. Ez teljesen természetes, ezek a mi szomszédaink. De ha megkérdeznek egy tengeri nemzetet, legyen az angol, vagy Egyesült Államokbeli, vagy francia tengerésztisztet, de sok esetben nem is kell speciálisnak tengerésztisztnek lenni, hogy kik a mi szomszédaink, a válasz tulajdonképpen az, mindazok, amely országokat hajóimmal el tudok érni. Mindegy az, hogy 500 kilométerre van az ország, vagy 8000 kilométerre, amelyeket az én kikötőmből el tudok érni hajóval, azok az én szomszédaim, azokat meg tudom tulajdonképpen közelíteni. Egészen más szomszéd felfogásuk van, és egészen más távolság kategóriájuk van a fentiekből következően. Nézzünk meg egy következő blokkot, amire már utalást tettünk, az Amerika központú, újvilág központú térképre térjünk rá tehát. Ennek a térképnek a tengelyében, hogyha visszaemlékeznek az előző képekre, ahol Európa és az Atlanti-óceán volt a térképnek a tengelyében. Ennek a térképnek a tengelyében az új világ van, ezen belül külön meg van jelenítve az Egyesült Államok, és igazából ez a térkép fejezi ki az új világnak és ezen belül az Egyesült Államoknak a speciális adottságait, nevezetesen az, hogy két nagy világóceán, az Atlanti és a Csendes-óceán között helyezkedik el, és ez az adott helyzet sok vonatkozásban meghatározta az Egyesült Államoknak a fejlődését, történetét és mindenekelőtt 20. századi törekvéseit. Nyilván, hogyha ennek az Amerika központú térképnek nem lenne különösebb jelentőség az európaiak számára, nem kellene foglalkoznunk vele. Ha a térképnek csak lokális jelentősége lenne, vagy az új világ vonatkozásában lenne jelentősége. De erről sokkal többről van szó. Ha meg akarjuk érteni az Egyesült Államoknak, mint szuperhatalomnak a felemelkedését 20. század elejétől, az Egyesült Államok különféle lépéseit, először inkább saját kontinensén belül, majd utána
Csendes-óceán és Atlanti dimenzióban, Európában, Ázsiában tett különféle külpolitikai lépéseit, ebből a sajátos adottságból, hogy az Egyesült Államok az Atlanti és a Csendes-óceán között helyezkedik el, ebből kell kiindulnunk. Természetesen ez az alaphelyzet, ez Kolumbusz korától kezdve ismert, még pontosabban Kolumbusz ugye nem tudta, hogy Európa és Ázsia között egy új világ helyezkedik el, de Kolumbusz utáni korszakban már ismert volt, hogy az új világnak ez a legfőbb adottsága, hogy az Atlanti és a Csendes-óceán között helyezkedik el. Érdemes talán itt egy műholdfelvételt is betenni ennek kapcsán, ami az új világot mutatja. És az új világon belül ennek a régiónak, ennek a Karib-térségnek van egy megkülönböztetett jelentősége. A Észak- és Dél-Amerika közti kapcsolatok vonatkozásában, és maga ez a térség óriási hatást gyakorolt az Egyesült Államok külpolitikai törekvéseire is. Ahhoz, hogy ezt megértsük, ezt a speciális fóliát kellene használnunk. Nevezetesen ezen azt lehet látni, hogy tulajdonképpen a világon két nagy földközi tenger van. Mi, európaiak általában úgy véljük, hogy egyetlen egy földközi tenger van, a mi földközi tengerünk, és ezt láthatjuk itt, amit most itt körbejelölök, egy kicsit kinagyítva láthatjuk ezt. Természetesen európaiakként tudjuk, hogy ez az európai földközi tenger hihetetlen nagy szerepet játszott az európai, afrikai, ázsiai történelem alakulása vonatkozásában, népek felemelkedését, kudarcát, csatákat láthattunk itt az évszázadok során. Ugyanakkor viszont van egy másik földközi tengeren is, immáron az új világban, nevezetesen ez, amit itt körbe jelölök, Észak- és Dél-Amerika közötti földközi tenger. Ennek a sajátosságai sok vonatkozásban hasonlítanak az európai földközi tenger sajátosságaihoz. Ez az európai földközi tenger tulajdonképpen lehetőséget teremtett Afrika, Ázsia, Európa közti kapcsolatoknak a kibővítésére, egyáltalán a kereskedelmi gazdasági kapcsolatoknak a kifejlesztésére az évszázadok során, és különösen akkor nőtt meg a jelentősége, amikor a 19. század végén a Szuezi csatornát megnyitották, és ezáltal lehetővé vált az Atlanti-óceánról a Csendes-óceánra való átmenetnek a legrövidebb útvonala. Különösen a britek számára volt ez fontos, hiszen ilyen értelemben a földközi tenger egy közbülső szerepet játszott. De ez igaz az amerikai földközi tengerre is. Az amerikai földközi tenger nem csak Észak- és Dél-Amerikát köti össze, hanem minden adottsága megvolt ahhoz, hogy amennyiben sikerül egy mesterséges csatornát létesíteni, mint amit az európai földközi tengeren is létesítettek, a Szuezi csatornát, amennyiben sikerül tehát ezt az amerikai földhidat, ezt a vékony földgátat átmetszeni, akkor hihetetlen nagy következményekkel jár részben a térségnek a történetére, részben magára az Egyesült Államoknak a fejlődésére, és egyáltalán egy új útvonal nyílik az Atlanti-óceánról a Csendes-óceán felé. Ezt a térképet is érdemes megnéznünk, itt ez egy Amerika központú térkép, tehát arról van szó, ha sikerül Közép-Amerikában valahol ezt az amerikai mediterráneumot, az amerikai földközi tengert megnyitni, abban az esetben az Egyesült Államok keleti partvidéke és nyugati partvidéke, és természetesen viszont keletkezhet egy egészen új tengeri útvonal, de még inkább Ázsia és Európa között, az Egyesült Államok keleti partvidéke és Ázsia között egy nagyon rövid tengeri útvonal, sokkal rövidebb természetesen, majd a későbbi fóliákon ezt látni fogjuk, mint amelyek évszázadokon keresztül fennálltak, nevezetesen mondjuk az Egyesült Államok keleti partvidékéről, vagy akár Európából, csak úgy lehetett áthajózni, ha új világ felé hajóztak, hogy a Magellán szoroson keresztül, vagy a Hornfogot megkerülve, természetesen ez egy óriási kerülőt jelentett. Az Egyesült Államok felemelkedése vonatkozásában döntő fontosságú volt, hogy ezt az amerikai földközi tengert, amelyet a korábbi évszázadok során a spanyol gyarmatosítók uraltak, 1898-tól kezdődően, a spanyol-amerikai háborútól kezdődően, és ez az Egyesült Államoknak az első jelentősebb háborúja éppen egy európai nemzettel,
mert ez a háború messze ható következményekkel járt, magára az Egyesült Államokra nézve, és magára a világra nézve. A spanyol-amerikai háború, amely 1898-ban tört ki, és nyilván ennek részleteibe most nem tudunk belemenni, lehetővé tett az Egyesült Államok számára, hogy a Csendes-óceán térségében hatalmas távolságok áthidalását lehetővé tevő logisztikai pontokhoz, szénraktárokhoz, későbbiek során olajraktárokhoz jusson a Csendes-óceán szigetvilágában. Ezek közül talán a legfontosabb, ami a spanyol-amerikai háborúnak a közvetlen eredménye, Guam szigetének a megszerzése 1898-ban, 1898-ban a Fülöp-szigeteknek a megszerzése. Tehát az Egyesült Államok 1898-ban a Fülöp-szigetek megszerzése révén, amely spanyol birtok volt, az Egyesült Államok zászlaját sok ezer kilométerre az Egyesült Államok nyugati partvidékétől előre tolta az ázsiai partvidék közelébe, és ez az új, úgy is mondhatnám, geopolitikai pozíció az Egyesült Államoknak sok vonatkozásban meghatározta az Egyesült Államok ázsiai politikáját, csendes-óceáni politikáját, és sok vonatkozásban azt lehet mondani, hogy 1941. decemberre Pearl Harbor összefüggésben állt az 1898-as spanyol-amerikai háborúval, mert miközben a zászló nagyon távolinak tűnik Japán és az Egyesült Államok között, de azáltal, hogy az Egyesült Államok Fülöp-szigeten kitűzhette az amerikai zászlót, miközben a Japán Formosa szigetén a két zászló nagyon közel került egymáshoz, és megkezdődik egy rivalizálás a Csendes-óceán medencéjének az uralmáért. A következő előadásban folytatni fogjuk ezt az Amerika központú térképet annak különféle következményeire, amit a spanyol-amerikai háború jelentett. Erre is még vissza szeretnék térni, és egy-két olyan elemet meg szeretnék még említeni az Amerika központú térkép kapcsán, amelyek az Egyesült Államok világhatalommá válása vonatkozásában fontosak voltak, és amelyek értelmezése igazán csak úgy lehetséges, amennyiben bekalkuláljuk, hogy Amerika két óceán között helyezkedett el, és hogy Amerika központú térképet vesszük alapul.